Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Luka vagyok, és elérkeztünk ez az újabb videóhoz. És ma megmutatom nektek, hogy hogyan csinálhattok saját önműködő lézeres ajtót a Minecraftban. Ebben a videóban azon kívül, hogy tesztelem ennek a működését, megszerezzük a túloldalt található gyémántokat, illetve azon túl, hogy megmutatom ennek a roppant egyszerű szerkezetnek a megépítését. Ezen kívül a videó közben, de főként inkább a videó végén számtalan friss és érdekes információt fogok majd elmondani velem és a csatornámmal kapcsolatban. Úgyhogy ha kíváncsi vagy ezekre, mindenképpen lásd végig a videót. De ha már most megnyomnád a lájkot, annak nagyon örülnék. Viszont amit most ebben a pillanatban le kell szögeznünk, először is azt már észrevetted, hogy új fejhallgató van, nagyon király, nekem nagyon tetszik. Másodszor is ez az utolsó videóm. Nem hallunk, hát mi az, hogy ez az utolsó videód? Igen srácok, most 3 év után ez az utolsó videóm, ezzel a számítógépemmel. Uff, remélem nem ijedtetek meg. És most kitör a hatalmas katarzis. Tehát mint ahogyan mondtam, most veszem fel az utolsó videómat ezzel a számítógépemmel, mert hogy bizonyára holnap megérkezik az új vasam, az új gépem, az új PC-m, az új számítógépem, az új videók rögzítésére és vágására alkalmas segédeszköz, munkaeszköz. Tehát valószínűleg, amikor ezt a videót látjátok, én már birtokba vettem azt a gépet. Hú, de izgulok. Viszont mindenképpen azt szeretném, hogy ettől a géptől is egy méltó videóval köszönje meg ezt a 3 éves használatot, munkálattól, segítséget, rengeteg laggolást vágás közben. Ennek a gépnek azért tényleg sokat köszönhetek, mert ha ő nem lett volna, akkor nem lehetett volna ennyi minőségi tartalom. Most viszont ne is húzzuk tovább az időt, és végre kezdjünk bele ennek a fantasztikus lézeres ajtónak a bemutatásához. Mint ahogyan mondtam, és mint ahogyan láthattátok, a túloldalon számtalan gyémántos láda található. Viszont amikor ebből a kis szobából át szeretnék menni oda, hát sajnos nem tudunk. Tehát bárhogy próbálkozunk, ott bizony sajnos nem tudunk átmenni. Jaj, amúgy közben kreatív vagyok, ez egy probléma. Tehát bárhogyan próbálkozunk, innen oda nem lehet átmenni. Akkor viszont mi van akkor, hogyha meghúzzuk itt az aktiválós kart, akkor bizony kérem szépen egy minimális laggot követően, de eltűnnek a lézerek, mi pedig gondtalanul átsétálhatunk a túloldalra. Hogyha ugye meg be akarjuk zárni magunkat, tehát nem akarjuk azt, hogy más is ide jöjjön a mi kis gyémántjainkhoz! Tehát bezárjuk a kar, és innen bizony senki, seki sebe. Hogyha esetleg kalandpályát szeretnél építeni, akár nekem, vagy más youtubereknek, vagy csak szimplán egy kalandpályát szeretnél készíteni, akkor mindenképpen el tudnám képzelni azt a feladatot, hogy mi van akkor, hogy ezt itt szépen felhúzzuk, ezt innen kiütjük, és ezt a kardot pedig egy előző feladatban egy ládába elrejtjük. A kalandor ugye azt megtalálja, és amikor ide jön, akkor nézi, mit lehet, nem lehet átmenni, jó basszus, hát mi a fene? Akkor hát ide lecsapja a kart, hup, meghúzza, sőt, tovább is ment. Ez egy nagyon jó feladat szerintem. Viszont ebbe a ládába elrejtettem azokat a kellő, szükséges felszereléseket és blokkokat, amit a redstone-os szerkezet megépítéséhez fogunk használni, úgyhogy ezeket vegyük is ki, váltsunk át Game Mode 1-be, és kezdjük el a tutoriált. Ezt visszahúzom, mert sokkal menőbb. Tör ki a csendből! A szerintem ne is menjünk messze, mondjuk itt jó lesz. Először is picit felépítkezek a levegőbe, hogy biztosan legyen alatt a lehetőségem építeni. Ugye ezt természetesen a földre is meg tudjátok csinálni, csak akkor ki kell ásni neki egy picike gödröt, amit most én ezzel nem húznám az időt. Lényegesen könnyebb. Pacek. És igazából az egész úgy kezdődik, hogy egy 7x7-es négyzetet kell csinálni, tehát 7x7-es, majd a közepét kitöltjük, nem úgy, mint a matek dolgozatot, azt jó esetben töltjük ki csak, pálinkát minden esetben kitöltjük, üvegből is lehet felőle, remélem, szól bele. És miután ezzel megvagyunk, én gyémánt blokkból fogok csinálni egy 3x7-es kis téglalapot ide a közepére a területnek, majd pedig beaconöket, jelzőfényeket fogunk ide középre rakni. Te azt hiszem, hogy ha jól emlékszek, akkor ennek ilyen arany vagy vas blokkal is kell működnie, ugye? Igen, hát akkor így jó lesz. Ilyen terepmintás felemás színbe, így pacek. Miután az eddigiekkel megvagyunk, kiválasztjuk az egyik oldalt, ami most nekem a jobb oldal lesz. Ide fogom megépíteni azt a pisztonos rendszert, ami majd segít abba, hogy eltűnjön a lézer, amikor ugye meghúzzuk a kart. A legelső lépés az lesz, hogy az első ilyen jelzőfényhez lerakunk egy blokkot, majd rá még egyet. Ez lesz az a blokk, amit majd a piszton tologatni fog. Továbbá most megépítjük a pisztonoknak a helyét. Lerakunk ide egy segédblokkot, majd erre egy pisztont, ugye, hogy a blokk felé nézzem. Ragacsos pisztont, dugattyút, mellé még egyet, és még egyet. Bon appetit. Majd pedig ezt a blokk sort, ezt így végig szépen végighúzzuk, és mint ahogyan mondtam, ez lesz az a blokk, ami majd szépen elzárja a lézernek az útját. Nem kell. A dugattyúk mögé húzunk egy sort segédblokkot, rárakunk egy sor redstone-t, majd pedig kezünkbe fogjuk azt a színes üveget, ami a lézernek az alapszínét fogja adni. Jelen esetben ez lehetne piros, picit hihetetlenül kék, de akár zöld is, avagy megint kék, és megint piros. Hát ez egy ilyen
színes lézer lesz. Na jó, nem, azért zöld, de jobban néz ki. Azért elég hihetetlen lenne a filmekben ilyen színes lézer, de szerintem zöld az szokott lenni a filmekben. Itt igazából mindenki olyanra csinálja, ahogyan az ízlése akarja, lehet akár rózsaszín, kék, lila vagy fehér, nekem most tök mindegy. Atami után ezzel megvagyunk, elővesszük a gátakat, ezek fogják majd korlátozni a mozgásunkat, szépen így lerakjuk egymás mellé, majd pedig lerakjuk azt a szőnyeg sort, amit azt akarjuk, hogy a padlón látszódjon. Jó kis autópálya mintás szőnyeg, mindenkinek volt olyan régen, nekem is volt. Most megcsináljuk a háznak, vagy a szobának, vagy a pincének, vagy a titkos lejáratnak padlóját. Igazából ez a blokk is olyan, meg az egész szerkezetet olyan blokkból építették, amiből csak akarjátok. Tehát, hogyha azt a kis házat építettem volna, akkor ez itt alul tölgyfa lett volna, ez pedig barna szőnyeg, lényegtelen. Miután ezzel és a jobb oldalával megmagyunk, most áttérünk a bal oldalra. Lerakunk egy segédblokkot, majd rá még egyet. Ezt így végig húzzuk. Fogunk reston fucket. Puk, 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 puk! Még egy segédblokkot, majd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez így. Pacek, múj borító. Előveszünk az inventorinkból a redstone-os repeatert, ezt is szépen neki fordítjuk a redstone fákjáknak, majd pedig sima redstone-nal összekötjük. Fogunk egy quartz blokkot. Uno, dos, tres. Csinálunk belőle egy picike kancsol elbetűt, majd pedig erre is redstone-t rakunk. Mind a két oldalt egy karral kéne összekötni, amit pedig tök egyszerűen úgy fogunk megcsinálni, hogy szépen ezt a redstone jelet ide vezetjük, itt csinálunk egy picike lépcsőt, így 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ennek a blokknak az oldalára lecsapunk egy redstone fákját, láthattátok, már akcióba is léptek a dolgok. És ugye, mint olyan láthattátok, ezzel a lépcsős és egy blokkot kihagyós redstone-os mindenféle pacek megoldással könnyen felfele tudjuk vezetni a redstone-t. Most már csak egy kart kell leraknom, amivel ugye irányítani fogjuk ezt az egészet, és ha minden igaz, akkor már el is tűnik a lézer. Ez azért elég komoly. Jó, hát viszont azért nem olyan nagy meglepetés, hát így is át tudunk sétálni a lézerem. Ezért az fog következni, hogy kicsiket itt megszépítjük, leszépítünk, csináljunk neki egy keretet, mondjuk így. Mester munka! Ide is csinálunk egy ilyen keretet. Majd pedig fontos, hogy csak két blokk legyen szabadon hagyva, ide fölé pedig lerakjuk azt a blokkot, amit szeretnénk, hogy hát fölfele látszódjon. És akkor, hogyha minden igaz, akkor most már működnie kell a mi kis szerkezetünknek. Hát itt a lézer, hát nem tudunk átmenni. Lézerinyó! Ronaldinho, lézerinyó! Hát ez sehogy nem tudunk átmenni rajta. Viszont, hogyha meghúzzuk az aktiváló kart, amit akár szívünk szerint erre az oldalra is helyezhetjük, ha így nekünk kényelmesebb. Tehát, hogyha meg van húzva, ki van kapcsolva a lézer, akkor bizony könnyedén át tudunk rajta sétálni. Ha meg nem kell, akkor. És már senki nem törhet be. Pacekba! Nagyon rászoktam erre a pacekbázásra. Pacekba! Lacibá! Pacekba! 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 Na jó, van, szerintem meg vagyunk. Azon kívül, hogy nem tudom, hogy november 10-én miért van még mindig halloween-i skinem, ezen kívül szerintem meg vagyunk. Most pedig story time, intro. Új fejhallgató, már mondtam. Utolsó videó ezzel a géppel, már mondtam. Viszont 3 hét után a törött lábammal újra bementem Pestre és vásároltam egy kicsit. Sok idő után visszakaptam Balú haveromtól a green screen-t és a kamerámat. Budapesti Plate, november 17-18. Jövő hét kedden indul az új sorozatom, az Irány az űr, egy állandó sztár vendéggel. Na jó van, most fejtsük ki. Tehát mint ugyan tudhatjátok, én október 16-án egy kézilabda mérkőzésen eltörtem a lábamat, nem tudom milyen középcsontomat. Hát az bizony begipszelték 10 napra, aztán miután azt levették, kaptam egy ilyen bakancsot járó csizmát, amit amúgy az előző videóban bemutattam nektek, vagy megmutattam. Azt a bakancsot én már több mint 2 hete hordom, abba a bakancsot tudok járni, kényelmes, szivacsos, úgyhogy simán tudok vele közlekedni. Amit viszont elképesztően szeretek, és ezerszer jó, mint hogyha egy járógipszet kaptam volna, ezt akkor veszem, amikor akarom. Jó, persze nem, mert fenn kell lennie, de fürdéshez lebírom venni. Ha nagyon szorít vagy viszket, lebírom venni. Másrészt az egész egy nagy szivacs, úgyhogy rohadt kényelmes. Most viszont 3 héttel az eset után bementem Pestre, tudtam vásárolni, lejártam vagy 1 kilométert, úgyhogy barátnőm is elviselt, az egy másik tészta. Úgyhogy újra bejártam Pesten, többen oda is jöttetek hozzám, úgyhogy ennek nagyon örülök. Következő téma. Tehát mint ahogy mondtam, november 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Hung Expo-n, a Budapesti Play-en én is ott leszek. Szinte egész nap kisebb szünetekkel a Mesterenc és Tandjánál fogok majd veletek képeket csinálni, aláírni nektek, beszélgetni közösen. Aláírni a menüben Lukács cuccokat, vegyétek meg, ha még nincsen. Aztán pedig az említett kis szünetekben a Jelly Belly Tandjánál leszek, ott is aláírni, képet csinálni és Jelly Bellyt kóstolgatni fogok veletek. Következő téma. Balú haveromnak még nyáron kölcsön adtam a green screen-t, a kamerámat, a softboxomat és egyéb ilyen dolgokat, amik éppen nem voltak szükségesek. Úgyhogy ezeket most visszakaptam, és újra több nézetes vlogokat tudok nektek majd csinálni. Erről ennyit. A napokban be fogok nevezni egy pályázatra, ami körülbelül olyan 4 és 5 nap közötti munkát öltem bele egy 1 perces videóba. A pályázat kiírója majd a saját Facebook oldalára fel fogja tenni ezt a videót, és arra szeretnélek titeket kérni, hogy majd nyomnátok rám egy lájkot, léci. Rengeteget segítene, és azt a nyereményt, amit a közönség díja
díjas szavazáson tudnék megszerezni, azt csak a csatornámba tudom belefektetni, úgyhogy nem is tudom hülyeségekre elkölteni. Úgyhogy ha szeretnétek minőségibb tartalmat és egy kis boldogságot okozni nekem, akkor mindenképpen nyomjatok majd légy szíves egy lájkot. Mindenképpen fogok majd szólni a videóban. Következő téma, ami egyben az utolsó is. Jövő hét kedden 16 órakor elindul a Galactic Craft modos sorozatom, ami az irány az űr névre hallgat. Tippeljétek meg kommentben, hogy ki lesz az az állandó sztár vendég, aki a segítségemre lesz. Annyit segítek, hogy volt már vele videóm. A nevében van egy étel. Ki lehet az? Illetve hát a mai napon meg fog jönni az új számítógépem. Az a kérdés, hogy legyen-e róla bemutató. Tudjátok, egy ilyen tekkes, nagyon kemény bemutató videó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted, ez tényleg sokat jelent nekem, hogyha így volt, mindenképpen írd le kommentbe. Hogyha tetszett a videó és szeretnétek további restaurants videókat látni a csatornámon, mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok föl. Webshop link és Instagram le van a leírásban, kérlek kövessetek be, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!